Nagyrákos egy 349 lelket számláló kis település az Őrségben. A falu az Alafolyó két oldalán lévő dombokon épült, ahol régi hagyománya van a vendégfogadásnak. Megtalálhatók a régi paraszti gazdálkodás eszközei, megtekinthető a kis parcellás növénytermesztés, nyitott portákban látható az állattartás, a fejés, kellemes időtöltést nyújthat a sétakocsikázás, a vadászat, a környékbeli településekre való kirándulás. Ebben a csodálatos környezetben él és dolgozik Farsang Adrián, kerámikus művész. Megismertük Farsang Adriánt, aki egy keramikus művész. Ő az a hétköznapi ember, aki tehát önzetlenül a munkájával, az emberségével, az egész lényével valami olyat tud produkálni, ami szerintem tényleg példaértékű a társadalomnak. Valójában nekem ez természetes, hogy csinálom. Tehát bár sokan mondják, hogy jaj, hogy milyen különös, meg milyen érdekes, meg ők nem csinálnák, meg mennyi odafigyelést igényel, de nekem ez természetes. És emiatt nem is éreztem úgy, hogy egyáltalán a díj bármilyen formába is illet. Az emberek ajánlottak több személyt a díjra, és közülük választottuk ki azt az egyet, akit mi a legmegfelelőbbnek ítéltünk. Én nagyon sok beteg emberrel dolgozom. A Szent Gotthárdi Elme Szociális Otthonban ismerkedtem először az igazán beteg emberekkel. Éveken keresztül, 3 éven keresztül jártak hozzánk belga autistáknak mondták őket, de mindenfajta formában beteg emberek voltak. Olyan, hogy mozgott keze, lába, egyszerűen nem tudta koordinálni, és korongozni akart. És akkor elkezdtem velük dolgozni, úgyhogy leültem, megfogtam a kezüket, és valójában én is az évek során tanultam meg, hogy hogyan kell ezekkel az emberekkel foglalkozni. Na most meghatottság nélkül nem lehet erről beszélni. The lassie skies of blue and I see clouds of white and the brightness of day. Tavaly Szandri halála után, április 20-án, a születésnapján tettük le ennek az alapítványnak az alapkövét, és szeptemberben hagyták jóvá. Végül is ez a Gergely Alexandra Emlékdíj Alapítvány, és mint a nevében is benne van, az alapítványnak a fő célja egy emlékdíjnak a létrehozása. Hogyan ismerkedett meg Alexandra történetével? Gábor mondta, hogy nézzem meg az interneten a blogot, és hát szó szerint most is sírom, elfordultam, és úgy néztem meg, mert sírtam. Az emberek, amíg Szandra a blogján keresztül kapcsolatba állt velük, úgy érezték nagyon sokan, hogy példaértékű az a küzdelem, az, amit az emberek felé közvetít, egyfajta ilyen pozitív kisugárzása volt. És erre alapítottuk ezt az emlékdíjat, hogy egy olyan személynek adnánk át minden évben egyszer, április 20-a környékén, aki valamiben példaértékű. Erik Frommnak van egy fantasztikusan jó gondolata, hogy valójában aki jót cselekszik másokkal, azt azért teszi, mert számára jelent igazán mérhetetlen boldogságot. És ezt alózóta is így élem, meg így tapasztalatom. Én úgy gondolom, hogy a Szandrinak a szellemisége az a mai napig is érződik, és ezzel, hogy ezt a díjat minden évben átadjuk, tehát a családom szempontjából mi az ő emlékét ápoljuk, és ugyanakkor egy nagyon nemes dolgot csinálunk az országban.